Mi Krisztmann család voltunk. Ez a név mindenütt így van írva. Az én apai családom a Bácskából, Vaskutról származunk mi. Csak az édesanyámék voltak idevalók. És már így hozták onnan is ezt a nevet. Mindegyik könyvem valamit sugall abból, milyen volt a gyerekkorom, itt születtem, ez egy német falu volt, ugye én is német származású vagyok. 10 éves koromig, ugye németül beszéltem, német iskolában jártam. Ez a nyelv egy Németországból hozott nyelv volt. Az utcán egymás között, ugye ezt a nyelvet beszélte, a magyar beszélte, a szerb, ugye otthon beszélt magyarul, otthon beszélt szerbül. Az én édesapám az kitűnően tudott, hibátlanul tudott magyarul. Tanultunk a bukovinai székelyektől, a felvidéki, ide telepített felvidéki magyarokról, a környezetünkről. És hát ez aztán olyan jó nyelv volt az, de azért Pécsett az én irodalom tanárom, az Ágoston Julián nevű ifjú költő, akinek akkor már egy gyönyörű verses könyve megjelent. Egy alkalommal úgy felém hajolt, és azt mondta, mikor feleltem az órán, hogy édes jó fiam, milyen nyelven beszélsz te magyarul? Ami azt jelentette, hogy minden keveredett, ugye jöttek ide telepesek, akár Somogyból, akár Zalából, vagy nem tudom, az Alföldről, vagy, és mindenki hozta a maga ugye, magyar nyelvét. És abból próbáltunk mi, gyerekek itt, egy szintén magunknak való magyar nyelvet csinálni. Gyerekkoromban a bárány húsvét előtt a kerten túl a rétet legelte. Ölelhettük a nyakát. Nem hasonlított arra, akit fölfüggesztenek a keresztre. Szemünk kvarcfény. Szemes sugár a bárány szemében zöld zsengelevél volt, s örventünk, ráeszméltünk, amikor péntek délután önmagát siratta énekünkön át, fönt, a hegyen a félholt. Aki napkeltére aztán feltámadott, e bárány testébe vissza vértelen sebbel tért. Szögdelt a páston. Senki se gondolt vele, hogy ő lesz, akit megölhetnek majd vétkeinkért.